Van egy szemüvegtartónk, ami remélem nem fúró van. A szovjetek már 72-be zacskóba adták az ablakmosó folyadékot. Nem minden szép, ami aranyra van festve. Annyira öreg, és annyira eredeti, hogy fiat csavarok vannak benne. Kevés autóról lehet elmondani, hogy magánőrzi az előző tulajdonos új lenyomatát, erről igen. Tisztelt elvtársak, szaktársak és kartársak, ma folytatódik a Zsiguli Buli. Indul a buli, hát tedd fel a kezedet, mozgass a tested és állt meg a feneket. Először ilyen lazítós feladattal kezdünk, mégpedig a fehér festékpöttyöknek az eltávolításával. Ez aztán van mindenhol végig az egész autón, de a legrosszabb talán a hátsó szélvédő, egészen idáig tele van fehér pöttyökkel. Nem tudom, tükröződik, mennyire látszik jól. De nem viszi le, akárhogy dörzsölöm. Most ez belülről van? Nem. Ja, hát ha brutális módszer kell, ez lehozza. Tudom ez. Ez elejön. Kevés autóról lehet elmondani, hogy magánőrzi az előző tulajdonos új lenyomatát, erről igen. Ugyanis Bálint bácsi keze miközben sprével fújkált az autót, valószínű beleragadt a festékbe. Jó, szedjük le. Ó, nem, ez belülről van. Na, lássuk. Ó, nézd. Ennyi volt. Új lenyomat volt, nincs. Most nézegettem, ahogy jöttem ide, hogy hát a lámpák is kicsit, mint a belenyek fakulva. Ó, lett azért változás. Ez van megcsinálva. Ez meg nincs. Ügyben irányjelző búra, a narancs lett a választás. Azért választottam ezt, mert szerintem fehér autón a narancs jobban mutat. Valahogy jobban kidobja ezt a fehér színt. Ha színes autó lett volna, mit tudom én, fekete, vagy szürke, vagy piros, egy percig nem gondolkoztam volna, és azonnal a fehér index ment volna fel, nyilván olyan izzó valami belevaló, de szerintem a fehér kocsin a narancs szimplán jobban néz ki. Belső pucolgatás közben ugye mindenki azért könyörög, hogy csak ne legyen megfúrva sehol az autó műszerfala, de nem szilikonám, csak egy baromi jó tisztítószer, ami tényleg nagyon szép rendet csinál. Nyilván ez egy-két helyen el van repedve, nagy dolog, ez egy 52 éves autónál nem probléma. Amikor ide elértem, láttam, hogy van egy szemüvegtartónk, ami remélem nem fúrva van. Köszönöm szépen Bálint bácsinak, hogy itt ragasztót használt. Itt kérem, nincs hazugság meg ferdítés, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezt körömmel kell kaparni, mert a rongy és a tisztítószer a ragasztót magát nem tudja lehozni. Körömmel kapargatom, azért szépen lassan eltűnik. Nézd, az egyik már meg sincs. Vannak, akik pedig kűröshöz járnak, én így koptatom, vagy formázom a körmöket. Oh, nem érzem az ujjam végét. De a végeredmény mindenét kárpótol. Nézd, semmi ragasztó, a szemüvegtartó helye eltűnt. Hasta la vista, baby. A masína zsiguli felirattól mentes. Ha ide jössz és megnézed a prizmát, ezt is sikerült fehérre festeni, úgyhogy muszáj ezt is leszerelni, de nem gond, mert úgyis itt a lámpa, ennek a búrája is csele. Ez a prizma sem egy ördögi művelet, mert egy darab 8-as anyafogja. Aha, ennyi. A hátsó lámpa sem egy elmebajnokság, mindössze egy csavar fogja itt a krómnak a közepén, amely csavar viszont elég rozsdás, úgyhogy még lehetnek meglepetések. Figyelj, mintha most csavartam volna be 5 perce. Csavar kint, és akkor most elvileg... Aha, ott. Ennyi. Kinyitod, mint egy ajtót. Másik. Ah, ugyanez.
Most az van, hogy ezt a gumitömítést, ami rajta van, szívem szerint nem bántottam volna egészen a fényezésig, mert ugye vettem én egy tiszta újat, de gondoltam majd akkor rakom fel. Viszont itt úgy lett berakva a lámpa, hogy be van csipődve mögötte, össze is van festve egy-két helyen. Ha már van egy új gumitömítésem, akkor azon a két csavaron nem újon. Be kell vallanom, hogy most van, amit nem vettem fel. Ugyanis ennek a lámpatömítésnek a cseréjével 2,5 órát szórakoztam. Annyi káromkodás lett volna benne, hogy a YouTube nem engedte volna ki ezt a videót. A baloldali hátsó lámpa gumitömítésének cseréje által okozott stressz miatt a pszichológusom 24 óra ágynyugalmat és mentális lazítást javasolt. Én mondok önnek egy szót, és maga erre azt mondja, amit az előhív, én nem. Gumitömítés. Mit írogat? Ezért most egy nappal később vagyunk. Ezen nem cseréltem ki. Én azt is elmondom, mi volt a probléma. Van ez a lámpakeret, amit leszedsz a lámpának maga a teste. És van a gumitömítés. Na most ugye, mivel ez egy új gumi, ezért ez kisebb, mint a lámpakeret, lehet abból is adódóan, hogy ez egy után gyártott gumi, és ha felül felfeszítettem a lámpakeretre, akkor az alsó két része ugrott le. Hogyha végre sikerült mind a négyet felfogatnom a lámpakeretre, és így a gumitömítéses lámpát szerettem volna betolni a helyére, na akkor ugrott le, amielőtt bement volna. Azt mondtam, hogy én a jobb oldalit hagyom a fenébe, így ezen most látszik, hogy szép, de a gumitömítése nincs kicserélve. Az összefestett szar hogy néz ki? Ha? Mint az új olyan lett. 4 perc munka volt, lehet, hogy 5. Csináltam néhány dolgot az autón, miközben nem forgott a kamera. Például a pótkerék színére lefestettem a jobb első felni. Szerintem sokkal szebb lett. Külső tanácsra, amit ezúton is nagyon köszönök, higítóval el tudtam tüntetni a sprével összefestett részekből néhányat, és polírral vissza tudtam hozni egy viszonylag szép eredeti fényt. Nézd meg a hátsó ajtó tetejét, C-oszlopot, első ajtót. Lesz ebből már valami? Az ajtók csuklópontjait, a zsanérokat befújtam ilyen kúszózsírral, hogy legyen rendes kenésük, könnyen tudjanak mozogni. Az ajtó zárakat kitisztítottam, azokat is szépen bezsíroztam. És nézd, hogy csukódik. Szinte csak elengedem. Csapkodjad, csapkodjad, bazd meg. Jól mondta édesapám. Parasztnak nem való a csokoládé. Elsze, szakítsd le. Csak elengedem. Ha, mind a nyugati autó lenne. És tényleg abszolút csak kíváncsiságból nekiestem ezeknek a babáknak, hogy eltüntessem róluk a rászóródott fehér festékpöttyöket, és nem is a króma rossz, hanem ez a fekete rész, a gumi, ez gyakorlatilag ennek a bal oldala tiszta fehér. Hamarosan kiderül, hogy itt milyen hatásokkal tudok dolgozni. És jön a Back to Black zenekar. Ez nem az a rongy, nem a higítós, ez egy másik. Ez ilyen fehér trutymó. Nem marad fényes. Wow, Michael! Na! A fölösleget a krómóra töröljük. Ilyen volt ez a balos, és ilyen lett. Na, micsoda differencia! Az szürke, az fekete. Az ilyen apró, pici dolgokból áll össze a végén egy nagy különbség, amitől azt mondod, hogy esztétikus a kinézete, hogy jobb ránézni. A múltkori videóhoz érkezett egy olyan kérés, hogy legközelebb emlékeket felidézendő mutassam már meg a nyomógombos ablakmosó fúvókát, és ez nem úgy nyomógombos, hogy a mai autók mikrokapcsolós gombjaiból kiindulva elgondolnád, hogy milyen egy nyomógomb, de mindezek előtt a tartályról is érdemes szót ejteni, az sem hétköznapi. 2 epizóddal ezelőtt csodálkoztam, hogy zacskóba adta az amerikai az olajat. Itt a szovjetek már 72-ben zacskóba adták az ablakmosó folyadékot. Ez csak a 70-es évek elején volt jellemző, kaptál az autó oldalára egy ilyen kis bőrzsákot. Ennek a zacskónak a feltöltésével gondba lettél volna, hogyha már a 70-es években is ilyen kiszerelésben árulják az ablakmosót, egyszerűen nem fért volna oda, de akkoriban még csak 1 literes kiszerelésű ilyen jaffás üveg méretű ablakmosók voltak, ezzel meg sokkal könnyebben felöntöd. Pumpak vissza, hátizsák vissza akaszt. Pumpálom a gombot, ezt a két kis krómos fúvókát kell figyelni.
Itt a gumigomb, ezt kell megpumpálni. Az a jó ebbe, hogy semmi elektronika nincs a rendszerben, tehát nem tud elromlani. Figyelj, nyomom. Ha! Most már elég a spriccelgetésből, jó? Mert az egész kocsin csöpög a ablakmosó. Elkezdtem csinálni egy nagyjából vállalható motorháztetőt. Ugye látod, hogy itt a határvonal. Így nézett ki. És ezt tudtam belőle kihozni. És kérlek szépen... Ne írd meg kommentben, hogy ezt a gépet hagyjam a francba. Nekem csak ez van. Nincs excenteres polírozóm, nincs nagy polírozógépem. Én azzal dolgozok, amivel tudok. Nem feltétlenül van mindenkinek spéci, profi, fényező polírozója. Azért a célért, hogy ennek az amúgy is komplett fényezést igénylő autónak az elemeit nagyjából vállalható állapotra hozzam, nem szeretnék most több 10 000 forintos excenteres csiszolókat, meg profi fényező cuccokat venni. Nyomatékosan megjegyzem, nem fényező műhelyben vagyunk, nem OT állapot a cél, mégis teljesen új rongyot hoztam, sőt még a bilétát is letépem róla. Ne írd meg, hogy hupog. Már az előbb felni festés volt a téma, én tudom, hogy sokan szeretik az aranyat, mert gazdagságok, meg csillogást tükröz, de nem minden arany, ami fénylik, vagy nem minden fénylik, ami arany, vagy nem minden szép, ami aranyra van festve. Borzasztóan idegesít, hogy minden felni ezüst színű, csak ez az egy arany. Úgyhogy mielőtt elmegyek próbaútra, ezt muszáj valami szebb állapotba hozni. Tiszta könnyen lejött. Darabokat törtel! Ha már levetkőztető, kokkoljunk már be, hogy mi van itt bent, hozok lámpát. Hát skacok, ez nem tűnik szarnak. Nézd, jó volt, kipufogott, úgyis kap újat, mert picit kifúj. A difiből nem ömlik az olaj. Itt nincs hullára rohadva. Ez jó. Ez is. Itt minden fém. Ezt a csúnyaságot, ezt most azonnal kezeljük. Hát ennek gyárilag... Pókháló. Vagy pókfészek. Gyárilag ilyen színűnek, ilyen kis fényes ezüstösnek kéne lenni. Azért is tudom, mert annak idején szakmai gyakorlaton ilyen suliban eltöltendő nyári gyakorlat volt, amikor is semmi más nem csináltunk, mint UAZ váltó szét- és összeszerelést, egy nap akár 3-szor, és Lada hátsó futómű szét-összeszerelés. A 2 hetes nyári gyakorlat végén volt olyan, hogy éjszaka fogaskerekekkel álmodta. Fékpofák, fékbetétek, féktárcsák úgyis ki lesznek majd cserélve. Most egyelőre ez így megteszi. Fékezni jól fékez, úgyhogy amiatt nem kell megcsinálnom. Legyen új, kapja meg újat, nem hiszem, hogy borzasztó árba lenne. Azt nézd meg, hogy ezzel a pici melóval mennyi koszt bírtam ide csinálni. Ezt muszáj összetakarítani. Az arany felni belsejében számtalan pók, bogár és egyéb életforma található. Nem bírom elnézni ezeket a kerékcsavarokat, nem szépek, tiszta sötét, meg fekete, meg rozsdás mindegyik. Mondjuk ezzel ajánlott óvatosan bánni, mert ha véletlenül elviszi az ujjadat, a... Mi van? Mi van? Ezt látod? Már fókuszálj rá. Látod, mi van odaírva? Fiat 8.0. Az autó annyira öreg, és annyira eredeti, hogy Fiat csavarok vannak benne. Ha, mindjárt sokkal nagyobb kedvel dolgozik az ember! Mi
biztos lesznek, akik azt mondják, hogy mi a francnak csinálod meg azt a belső részét, amikor azt a dísztárcsa úgyis eltakarja. Hát ez igaz, csak én nem mások elvárásainak akarok megfelelni, hanem a magaménak, és én tudom, hogyha itt szar. Na, itt látod a hulladék egyenleget, és ilyen lett a végeredmény, ami szerintem nem rossz. Nyilván lehetne még sokkal tovább csinálni, de az életben nem lenne akkor ebből videó. Én azt gondolom, hogy az aranynak a jelentős része el van távolítva. Persze még majd szépen vele zsírtalanítva, mert kiporszívózom, mert ennek a darabjai egy csomó helyen ott vannak. Levegővel ki vannak fújatva itt a rések, és most kitakarom. Tudom, hivatalosan ezt úgy kellene csinálni, hogy vagy leszerelni róla a gumit, vagy nagyon szépen ragasztóval kiragasztani, de ez itt nem egy professzionális paint shop, fényezőműhely, hanem ez még mindig az amatőr garázs, ahol valaki megpróbál mondjuk elfogadhatót alkotni, úgyhogy ne tessék megírni, hogy azt nem így kell csinálni, mert ez kontármeló. Ide ennek az autónak tökéletes jó lesz. Vészmegoldásként, amit régen apáink is szoktak csinálni, rendszámot teszünk mellé, odahajlítgatjuk szépen, egyik kézzel fogjuk, a másik kézzel megfújjuk a festéket. Kenjük a gumit. Nincs többé GoldenEye! Íme a végeredmény, kerék felszerelve, dísztárcsa feltéve, gumi kikenve. Nekem tetszik, szerintem tök jól néz ki. És ami a legfontosabb, hogy végre nem arany. Úgyhogy...